A mai Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén a magyar nemzetbiztonsági szervek és a kormány válaszai több kérdést hagytak nyitva, mint amennyit megválaszoltak a Magyarországon létesítendő kínai egyetemmel kapcsolatosan. Így értékelte Molnár Zsolt az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának keddi ülését, melyen a Budapestre tervezett kínai egyetemi kampuszról szerettek volna konkrétumokat megtudni. Stummer János, a testület jobbikos elnöke kínosnak nevezte a hallgatást és tanácstalanságot, ami szerinte a témában az állam képviselőit jellemezte az ülésen. Arról beszélt, nem kaptak választ arra, kik tárgyalnak magyar részről az együttműködés tető aláhozásáról, illetve megtörtént-e az ő rendkívüli nemzetbiztonsági átvilágításuk a projekt miatt. Az LMP-s Ungár Péter annak a véleménynek adott hangot, hogy a kormányzati szervek azért tagadják a Fudan Egyetem budapesti működésének nemzetbiztonsági kockázatát, mert nem akarják azt meglátni. Kiemelte, nem lesz ellenőrizhető, hogy az oktatók és más munkatársak, akik a kínai kommunista párt irányítása alatt dolgoznak, mennyire fogják sérteni a magyar nemzeti érdekeket. Itt van már Molnár Zsolt, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Miért most kérdezték, vagy kérdezték volna mindezt? Miért most jött elő vajon ez a kínai egyetem ügye? Erre van válasz? Lehet tudni, tavaly dőlt el tulajdonképpen, hogy Budapesten nyit kampuszt a Fudan Egyetem. Decemberben volt is akkor egy picit szó róla, de aztán ez ugye elcsitult. Miért most lett ez? Tisztelte azzal kezdeném, hogy nagyon fontos kérdésekről volt szó a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésen. Az egyik a kínai egyetem volt, és rögtön válaszolok. De szó volt a vírustagadók és az oltás ellenesekről is. Azt gondolom, most jutottunk el, hogy több részletet ismerhettünk meg. Ezek azért alapvetően sajtóhírek, meg néhány kormányzati kommunikációból szivárgó információ volt. Azt gondolom, hogy az első lépés, amit tisztázni kell, hogyha a magyar adófizetők pénzéből is, vagy abból épül egy egyetem, akkor nyilván a magyar államnak milyen beleszólása van ennek a biztonsági ellenőrzésére, hiszen ne felejtsük el, hogy Kína mégiscsak egy olyan ország, és szeretném mondani, nem a kínai néppel, a kínai kultúrával, főleg nem a kínai ételekkel van problémánk, de azért mégiscsak olyan országról beszélünk, amely az Európai Unióval és a NATO-val értékrendi, stratégiai kérdésekben a másik oldalon áll. Mi viszont tagjai vagyunk nagyon helyesen egy szövetségi rendszernek, tehát tisztázni kell, hogy milyen ellenőrzési jogosítványunk lesznek a magyar nemzetbiztonsági szolgálatoknak, milyen lehetőségei és kötelezettségei vannak. Kaptak-e válaszokat? Mert azt mondták utána egy sajtótájékoztatón, hogy igazából kifogásokat hallottak. Én azt mondom, hogy sokkal több kérdés maradt nyitva, mint amennyi megválaszolásra került, és az volt az érzésünk közösen, hiszen két képviselőtársammal, elnök úrral és Ungár képviselővel tartottuk ezt a sajtótájékoztatót, hogy sokkal-sokkal több kérdésre nem adtak választ, és alábecsülik ennek a jelentőségét és veszélyességét, hiszen a kínai hírszerzésnek korlátlan, gyakorlatilag korlátlan lehetőségei vannak, erőforrások, humán erőforrásokat tekintve is, és attól tartunk, hogy nem értékelte helyesen a magyar kormány és a szolgálatok ezt a veszélyt. Mit mondtak, hogy nincsen ilyen kockázat, nincs nemzetbiztonsági kockázat, hogy milyen válaszokat kaptak? Ez zárt ülés volt, de lényegében az irányát tekintve azt, hogy ez egy oktatási intézmény lesz, ne induljunk abból ki, hogy ez egy hírszerzésre is használt intézmény, és természetesen a magyar szolgálatok, ami szükséges, megteszik, csak hát ugye arra kell vigyázni, hogy nehogy csepp legyen a tengerbe, amit keresünk, vagy tűt a szénakazalba, hiszen ugye azért a kínai szolgálatok teljesítőképességéről most nyilván nem akarok pozitív ódákat zengeni, de hát azért látni kell, hogy nagyon komoly lehetőségek vannak, és itt nem csak Magyarországról beszélünk, hiszen a mi szuverenitásunk is fontos, de említettem, NATO Európai Uniós ország vagyunk, és a kínai tanulmányi vízum az bizony az Európai Unión belül komoly lehetőségeket ad. Akkor más országokban miért nincsen ilyen veszély? Azért kérdezem, mert mondjuk Olaszországban nem jelent veszélyt a kínai egyetem az Unióra. Ugye megnéztem, hogy a kínai egyetemek milyen országokban vannak a nyugati világban, és fordítva is van egyébként, nyugati egyetemek nyugati is vannak Kínában. Shanghai Egyetem Firenzében 2014-ben nyitott kampuszt, Pekingi Egyetem 2018-ban Oxfordban nyitott kampuszt, a Tsinghuának Seattle-ben, Milánóban vannak kisebb intézményei. Van erre példa bőséggel uniós országban. Ezért mi nem is azt mondjuk, hogy feltétlenül ez ne valósuljon meg, hanem azt, hogyha a magyar adófizetők pénzéről van szó, és ne felejtsük el, hogy ezzel, ha szétnézünk, hogy mondjuk Angliában vagy Olaszországban milyenek az egyetemi kollégiumi lehetőségek, és sajnos azt kell, hogy mondjam Magyarországon, akkor azért induljunk ki abból, hogy a magyar adófizetők forintjainak lenne a magyar felsőoktatásban is talán jobb. Akkor egy picit várjon, muszáj, hogy megállítsam, mert most másról beszél, hogy az egyik a nemzetbiztonsági kockázat, a másik a magyar adófizetők. Így van, mindkét szempont, persze, mindkét szempont nagyon fontos. Ugye az én kérdésem arra vonatkozott, hogy Olaszországban nincs ilyen kockázat. Hogy ne lenne, az olasz szolgálatoknak is van ezzel feladatuk, meg a brit szolgálatoknak, meg az amerikaiaknak is.
Itt annyit szerettem volna csak jelezni, hogy Magyarországnak ezen a területen nagyon nagy a felelőssége, és talán az ország lehetőségei nemzetbiztonsági erőforrások tekintetében kisebbek. Kisebb ország vagyunk, kisebb GDP-vel, ezért mi különösen kitettek vagyunk egy ilyen veszélynek. Nem állítom, hogy azért jön ide a kínai egyetem, hogy a gyenge láncszemet megtalálja, de bizony ennek van kockázata, nagyon komoly együttműködés kell majd az Európai Uniós más szolgálatokkal, és nagyon fontos, hogy valóban nem lehet kollektív bűnösséget mondani, nem lehet azt mondani, mindenki, aki oda jár, az biztos, hogy kínai hírszerző, de élni kell azzal a gyanúperre, hogy bizony ez nem csak az oktatásról fog szólni. A anyagi részét nézzük meg, ugye azt mondja az adófizetők pénze. Szijjártó Péter itt volt az Egyenes Beszédben, azt mondta, hogy szerinte butaság lenne elszalasztani ezt az óriási lehetőséget. A világ egyik legjobb egyetemről van szó, most senki nem vitatja, hogy a Kínában zajló technikai és egyéb fejlesztések a kínai felsőoktatás színvonala ne ütne meg egy nagyon komoly színvonalat. A konstrukció azonban még kidolgozás alatt van, Palkovics László feladata, hogy ezt véghez vigye. Nem lehet, hogy azért nem válaszoltak ezekre a kérdésekre, mert még nincs meg. Lehetséges. Itt szerintem az nagyon fontos, hogy a konstrukció az ugye nem csak azt jelenti, hogy milyen szakok indulnak, hanem hogy a magyar adófizetőknek mennyi pénzébe fog ez kerülni. Igen. És ugye ez a forrás valahonnan elkerül, tehát nem végtelen kalapról beszélünk. Ezért a nemzetbiztonsági kérdések mellett nagyon fontos az is, hogy ahogy szokták, hogy mennyibe is fog ez kerülni nekünk, és mennyit fog beletenni a kínai állam. Tehát nem abóvó mondjuk mi azt, hogy ez egy rettenetes dolog, azért mert Kína nem tagja az Uniónak, és nem tagja a NATO-nak, és nem több pártrendszeren alapul. Bár hozzáteszem, egy értékrendi vitát is lehetne azért erről folytatni, de hogyha ezen túllépünk, akkor azt gondolom, hogy ez az adóforintokról és a nemzetbiztonsági kérdésekről kell, hogy szóljon, és nem látjuk azt, hogy a magyar kormány kellő súllyal kezeli ezeket a kérdéseket, és azt se látjuk, hogy a magyar adófizetők pénzére gondosan vigyáznak. Még két dolog ezzel kapcsolatban. Lehet-e ebből uniós szintéren ügy? Azt gondolom, hogy a magyar kormány keleti nyitás politikáját és az Európai Unióval való viszonylagos sok konfrontációját már beáraszták Nyugat-Európában. Mi természetesen ellenzékként, szocialista pártként nem értünk egyet ezzel a politikával, amit a magyar kormány folytat, de gondolom, hogy Európában már meg se lepődnek ezen, hogy hanyadik ilyen húzás a magyar kormánynak, de ahogy az ön említette, bizony más országokban is vannak azért kínai egyetemek, tehát önmagában ez azt gondolom, hogy nem lenne akkora probléma, a tendenciát kell nézni, amit a magyar kormány tesz, hogy lazítja az uniós szálakat és erősíti az unión kívülieket, mi ezzel nem értünk egyet. Lesz egy szerződés Kínával, ahogy van már egy másik, ugye a Budapest-Belgrád vasútra egy 700 milliárdos hitelkeret. Mit tud ez, most azt nem tudjuk, hogy pontosan ez milyen hitelkeret, ugye nem ismerjük a konstrukciót, sajtóhírek azok, amik egyelőre kiszivárogtak. Mit tud ezzel kezdeni mondjuk az ellenzék, hogyha 2022-ben kormányváltás lesz? Budapest főpolgármestere, akinek azért könnyen lehet, hogy lesz dolga 2022 után ezzel a kérdéssel, ő azt mondta, hogy meg fogja vizsgálni. Elvállalta már a miniszterelnök jelöltséget? Én úgy fogalmaztam, hogy könnyen lehet, hogy lesz dolga. Ezt Karácsony Gergely fogja nyilván eldönteni, és mi amennyiben elindul, támogatni fogjuk, és az előválasztás majd eldönti, hogy hogyan döntenek a magyar választók. De ha mégis így alakulna, akkor nyilván meg kell vizsgálni, hogy előnyös-e a magyar államnak ez a szerződés, és most tegyük fel a kulturális kérdéseket, pénzügyi, finanszírozási szempontból előnyös-e, van benne olyan, ami ellehetetlenítés, és van-e lehetőség ennek adott esetben visszavonására. Egy gondos vizsgálat kell, de olyan helyesen mondta, ha már nem csak sajtóhíreket látunk, hanem tényeket, azzal mi nem értenénk egyet, hogy abóvó azt mondja, hogy minden, ami kínai, azt nem kérjük, viszont azt meg kell nézni, hogy mind finanszírozási szempontból, mind biztonsági szempontból vállalható, helyes ez, meg kell nézni, hogy az Európai Uniós rendszerünkbe ez mennyire fog akkor majd beleférni, gondolkodásmódunkba, és van-e lehetőség jogi értelemben adott esetben változtatni ezen. A beszélgetést úgy kezdte, hogy nem csak erről volt szó, hanem vírustagadókról és oltás ellenességről is. Erről nem hallottunk tegnap a sajtótájékoztatón, vagy legalábbis nem jött ki a hírekben. Miről volt szó, mit szerettek volna? Valószínűleg a kínai egyetem mindent vitt. Azt kell tapasztaljuk, hogy a vírustagadók és az oltás ellenség tevékenysége az most már nem csak egy vélemény nyilvánítási szabadságon belüli kérdés, hanem elérte azt az inger küszöböt, hiszen láthatjuk, hogy az a vírus nagyon veszélyes, terjed, és aki az oltás ellen és a vírustagadásról beszél, az megnehezíti az ország védekezését, ami ugye az oktatásban, nemzetgazdaságban, kereskedelemben és az egészségügyben nagyon komoly zavarokat okoz. Ezért azt kértük a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, hogy a hatályos jogszabályok keretei között, de tegyenek meg mindent, hogy ne lehessen aláásni ezt a védekezést, hiszen az oltottsági szint az emberi életekről szól, az ország működőképességéről szól, és orvostudományi tények igazolják ennek a veszélyességét. Tehát most azt megkérdőjelezni, hogy van-e vírusjárvány, azok után, hogy tízezes nagyságrendű ember halt meg. Mit tudnak tenni a szolgálatok, vagy mit várnak a gyakorlatban tőle? Alapvetően az interneten alakult ki ennek a szubkultúrája,
ahol sajnos vannak olyan emberek, akik tényként fogadnak el olyan véleményeket, amelyek ugye nyilvánvalóan nem felelnek meg a valóságnak, és sajnos emiatt azt tapasztaljuk, hogy a oltottsági kedv, a hajlandóság bizony még határeset, és az ugye látható, hogy amíg nem érünk el egy bizonyos szintet, addig nem alakul ki az a típusú nyájimmunitás, hogy az ország védettségéhez szükséges, és aki ezt alássa, az emberi életeket veszélyeztet, az ország működőképességét, és igen, azt kértük, hogy ez már nem a véleménynyilvánítás szabadsága, hanem alapvető nemzetbiztonsági kockázat. Ebben talán felkészültebbnek láttuk a szolgálatokat, mint kínai ügyben. No, más egy picit előválasztás, összefogás. Mit szól Márki Zay Péter szavaihoz? Ugye a hódmezővásárhelyi polgármester szerint a 2022-es választások tekintetében az ellenzéki pártok némelyikét bele kellett zsarolni az összefogásba, mert aki ebből kimarad, az ellehetetlenül, ez az egyik mondása. A másik pedig az, hogy 2022-es kormányváltás után árulókról beszél, lesznek árulók, akiket meg fog majd venni a Fidesz. Kezdjük az elsővel. Azt gondolom, hogy erős szóhasználat polgármester úrtól az, amikor azt mondja, hogy be kellett zsarolni bizonyos pártokat, de az összefogáshoz való viszonya valóban egyes pártoknak más volt, de ezt tudomásul kell venni, hogy vannak olyan pártok, akik már a megalakulásuk óta ilyen értelemben természetesnek veszik a közös listát, a programjuk része, és vannak olyan pártok, akiknél ez nehezebb volt, de talán erőteljesebbnek érzem ezt a megfogalmazást, hogy bele kellett zsarolni. Tud zsarolásról. Nem tudok ilyenről, még nyomásgyakorlásról sem, viszont abban igaza van, hogy aki kimarad, az lemarad, aki nem része ennek az együttműködésnek, az bizony nehezen tud a magyar választók elé állni, hiszen ne felejtsük el, hogy azért ebben a választási rendszerben, ebben a kialakult média viszonyok között a hatalmi túlsúlya szemben csak közös listával, közös miniszterelnök jelöltek, közös jelöltekkel és közös programmal van esély. Tehát ez a része igaz, amit mond. Én abban is biztos vagyok, hogy aki azon a nagyon szigorú szűrőrendszeren átmegy, amit az ellenzék közösen kialakított, annak semmilyen más célja nem lehet, mint Magyarország újra demokratikus pályára állítása, és annak a miniszterelnök jelöltnek a támogatása, aki akkor már miniszterelnök lesz, ezért én attól nem félek, hogy a Fidesz befolyásolni tudna a ellenzéki képviselőket, akik akkor már nem ellenzékiek lesznek, tegyük hozzá, hogy akkor kormánypártiak lesznek. Tehát ezzel a félelmét nem osztom, az első állításával egyetértek, de talán a szóhasználattal lehet egy kicsit udvariasabban bánni az ellenzéki pártokkal. Sajnos be kell, hogy fejezzük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Vagy.